Szeretettel köszöntelek benneteket, Palavics József vagyok, Pajó. Az identitásról szóló sorozatunknak a 10. részénél vagyunk, aminek a címe az ember értéke. Erről beszéltem már kicsit hosszabban, de mivel úgy gondolom, hogy ez szervesen része az identitás gondolatkörnek, ezért egy rövidített verzióját itt elmondanám, persze ez nem teljesen ugyanaz. Annyit szeretnék, aki látja és érti, ugye, ami azt jelenti, hogy én beszélek magyarul, és mi a te szuper erőd, szuper képességed, szóval csak legyünk büszkék arra, hogy mi magyarul beszélünk, ez egy csodálatos, fantasztikusan, magasan szervezett nyelv, ez Istennek az áldása. Halleluja. Köszönjük neked, Jézus. Szóval az ember értéke. Ugye ismerjük ezt a mondást, hogy az elveszett érme vagy pénz nem veszíti el az értékét. Viszont az elveszett pénz, hogyha tudna gondolkozni, elveszíti az értékének az érzését, vagy az értékének az ismeretét. Tehát nem veszíti el az értékét, de elveszíti az értékének az ismeretét. Ez egy nagyon fontos két gondolat van gyakorlatilag ebben benne. Ugye az egyik az, hogy mivel én vagyok valaminek a tulajdonosa, számomra az a valami mindig ugyanazt jelenti, ugyanazt az értéket képviseli, hiába esetleg nincs éppen a zsebemben, hanem valahol elveszett, mivel én tőlem származik, az enyém, vagy mindegy, hogy mondjuk, ezért én tudom, én mindig számon tartom az értékét. Még ha egy tolvaj vette el tőlem, vagy lopta el tőlem, eleve a tulajdoni jog nem száll át ugye, a tolvajra, és az értéke nem változik meg ettől. Ez ugye analógia arra, ami velünk történt, hogy az ember elveszett. De azzal, hogy elveszett az ember, vagy elvesztél, az értéked nem veszett el. Viszont, hogyha az elveszett tárgy oldaláról nézzük, az elveszettség miatt az a tárgy elvesztette annak az ismeretét, annak a tudatát, hogy ő mennyire értékes. Mert most tudom, hogy ez egy példa, próbálom érzékeltetni vele, mert az a tárgy csak abban a kapcsolatban, a tulajdonoshoz való viszonyában tudja megérteni, meg érzékelni az értékét, ahhoz, hogy hova tartozik. Ugye eleve az elveszettség szó feltételezi, hogy tartozott valahova, ezért lehetett elveszett. Tehát ez az egész sztori, amit ugye, hogy az emberiség elveszett, a bűnösök elveszettek, igen, mert előtte tartoztak valahova, és ezt állította helyre Isten. Szóval most az identitás szempontjából most ezt a kérdést nézzük, hogy hogyan is áll helyre az értéked, vagy mi a te értéked. A Lukács 15-ben, amit ugye úgy ismerünk, hogy a tékozló fiúnak a története, az első három versben olvashatjuk, hogy miért is mondta el Jézus ezt a példázatot. Ugye azért mondta el, mert a bűnösök közelgettek hozzá, vagy ugye jól érezték magukat Jézussal, a farizusok pedig bosszangottak, zúgolódtak rajtuk. És ezért mondta el ezeket a példázatokat, meg akarta mutatni nekik, hogy az elveszett emberek, a bűnös emberek is értékesek Isten szemében. És utána három példát mond, pontosabban talán az első kettő példa a magának a tékozló elveszett fiúnak a története, azt úgy mondja, hogy volt egy ember. Tehát azt én így hallottam, hogy ez nem is igazából példázat, hanem ez egy valós történet. Ugye azt mutatja meg, hogy 100-ból egy, 10-ből egy és 2-ből egy. És az egész történetnek a lényege az, hogy anélkül az egy nélkül nem egész az egész. Úgy is lehetne mondani, hogy Isten, az ő fia Jézus inkább meghalt, mint anélkül az egy nélkül élne. Ez csak így kicsiben, nem is olyan kicsiben jelzi az értékét, hogy Istennek az az egy annyit jelent. Tehát ha egyetlen egy ember lett volna, ha te lettél volna az az egyetlen egy, ő inkább meghalt volna, mint hogy te nélküled éljen. És Isten, én azt gondolom, hogy egyben gondolkozik, egészben gondolkozik, neki minden egyes ember számít, és minden egyes emberért meghalt, és minden egyes emberért megtett mindent, hogy ezek az újra haza kerüljenek. A drachmás példázatban még az, ami ilyen a zsidó kultúrában egy ilyen háttér információ, hogy az az egy elveszett érme, az nem csak egy tizedet jelentette annak az értéknek, ugye a tízből egy elveszett, hanem szemrég hallottam, hogy az jelképezte annak a nőnek a hozományát. Tehát azzal az egy veszteséggel az a nő nem tudott házasodni. Nem volt teljes, nem volt teljes a
a staférungia, és ezért is volt annyira fontos neki Istennek, és az az egy nagyon-nagyon fontos, mert anélkül nem teljes az egész. És ugye a tékozló fiúnál pedig az a kettőből az egy elveszett. Azt a példázatot, és akkor ezzel csak ennyit akartam mondani ezzel az egésszel, hogy micsoda az értéked. Ugye most ebből a szempontból, ahogy a tékozó fiúnál. A másik, amit elolvashatunk, ez a Máté 13:44-46-os igék, ahol a földben elrejtett kincsről van szó. Ugye mindenki ismeri az igét. Az jutott eszembe, amikor ezen gondolkoztam, hogy ha hirtelen kimész az udvarodba, ásol, és ott egy 5 milliárd dollár értékű kincset találsz, mi fog történni akkor? Egyszerűen minden megváltozik. Legelőször a gondolkozásod. És ez nem szabad lebecsülni, ez egy óriási dolog. A Kolosszi levél elején mondja Pál, hogy ő azért imádkozik, hogy az értelem meggyőződésének a teljes gazdagságára eljussunk. Ez egy óriási dolog, amikor mi meg tudunk érteni valamit. Ez nem csak ilyen, hogy van egy tudásunk, de a szellemi világban az, hogy valamit ismersz igazából a szíved szerint, szellem szerint, az minden. Valamit látni, az mindennel egyenlő. Gondoljátok bele, hogy amikor azt mondta Isten, hogy ha eszel arról a fáról, akkor meghalsz. Az, hogy megismered a rosszat, az egyenlő a halállal. És ugyanígy megismerni a jót, amit Isten teremtett, az egyenlő az élettel. Tehát abban a pillanatban, ahogy ezt a nagy kincset felfedezed, a legelső dolog az, hogy rájössz arra, hogy gazdag lettél, rájössz arra, hogy minden problémádat meg tudod oldani, nem aggódsz semmi felől. És az az érdekes benne, hogyha elásod is, abban a példázatban is úgy van, amikor megtalált az ember, elásta, és elment, és eladta mindenit, hogy megvegye azt a földet. Ha elásod, és nem nyúlsz hozzá, egy centet, egy fillért nem költesz el belőle, akkor is már más ember vagy. Pusztán az értéknek a felismeréséből. És a Françoistól hallottam egy nagyon jó példát, amikor Svájcban prédikált, szólt hozzá az Úr, és egy érdekes dolgot vett észre. Dél-Afrikában rengeteg arany van a föld alatt. És ott azt hiszem egy pincében, basementben prédikált, nem pince, ott ahol laknak, ott prédikált, és hirtelen rájött, hogy itt Svájcban rengeteg arany van a föld alatt. De mi a különbség a kettő között? Egyetlen egy dolog, a felismert érték. Az az arany, ami Dél-Afrikában ott van a föld alatt, de nem találták meg, nem ismerték fel, az olyan, mintha nem lenne, hiába van ott. És az az arany, amit ott kibányáztak, elvitték Svájcba, betették a bankba, mivel ismerik az értékét, erre az értékre, ami ugyanúgy a föld alatt van, vállalkozásokat alapítanak, emberek jönnek, mennek, utaznak, életek változnak meg a felismert érték miatt. Ezért annyira fontos az, hogy felismerjed, hogy ebben a cserépedényben milyen kincs van. És ezt nem szabad lebecsülni, hogy az értelem meggyőződésének a teljes gazdagsága, az, hogy micsoda van benned. Még egy gyönyörű kép, ugye, hogy amikor a kumrani barlangokban megtalálták azokat a régi tekercseket, az Ézsaiás könyvéből, ugye az esszénusok, akik a megigazultságnak voltak a prédikátorai. Ez egy óriási nagy felfedezés volt. És most gondoljunk bele, hogy most jelen pillanatban a legősibb tekercs, a legősibb szó, a legősibb gondolat, Isten szava, Isten igéje ebben a cserépedényben van. Ugyanúgy, ahogy a kumráni barlangban volt egy cseré, vagy több cserépedényben voltak a tekercsek, most benned, ebben a cserépedényben van a leghatalmasabb dolog. Isten gondolata, Isten igéje az, aki te vagy. Most ezt tudom, hogy félre lehet érteni. Isten talált ki tégedet. Te hihetetlenül értékes, hogy Istennek a gondolata vagy. Benned lakik Isten. Ezek mind, ezek nem egyik napról a másikra történik, hogy ebbe el tudunk merülni. De ezt jelenti az, hogy felismerik az értékünket. Elkezdjük ez alapján ítélni magunkat, hogy te milyen értékes vagy. És ha valaki nem látja ezt, egyszerűen csak nem érti, hogy te milyen értékes vagy. Most úgy értem, hogy nem te nem látod, hanem téged nem látnak értékesnek. De elsősorban magunknak kell megtalálni ezt a kincset magunkba, felismerni, és ez mindent megváltoztat. Az érték felismerése változtatja meg leginkább a gondolkozásokat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, olyanok vagytok, mint Jézus, óriási kincs van bennetek. Amen.